Melinda vagyok, 35 éves leszek. Van két gyermekem, egy 17 éves lányom, meg egy 10 éves kisfiam, abból csak a kisfiam van már. Milyen korábbi lakhatásai voltak, merre éltél, honnan származol? Vas megyéből jöttem. Ott 18 éves koromig nagymamámékkal laktam. Utána volt élettársam, éppen 6 évig. Aztán utána albérletben, meg anyaotthonomban. Máshol is laktál, vagy csak nálunk? Laktam nagyatádon is kétszer, meg egyszer itt Nágocson az Árvácskában, meg most egy kicsit másodszorúban. Hogy látod, hogy milyen a kapcsolatod a gyermekeddel? Szerintem jó. Miben tehetséges? Robikának hívják, ugye? Hát, foci az nagyon megy neki. Meg végül is, tanulás szempontjából is, ami érdekli, az nagyon megy neki. Ami nem, az meg egy 3-4-es abból is. Hát a céljaival kezdeném. A célja az, hogy a gyermekének akar, Robikának akar jobb jövőt biztosítani, mint amit ő kapott. Nagyon sokat tett eddig is érte. Nagyon jól dolgozik a munkái, meg vannak vele elégedve. Hol, milyen munkahelyeken dolgoztál eddig, és mennyire szereted ezt a tevékenységet? Hát dolgoztam egyszer, majd 2 évig Szombathelyen, a Jebbielbe. Ott összeszerelő operátorként. Utána körülbelül 1/2 évig ugyanúgy Szombathelyen, csak egy másik cégnél. Utána Sárváron majdnem 2 évig, aztán most lassan 8 éve a Flexbe Taba. Szereted ezt a munkát? Igen. Másképp nem is lehet bírni. Elég régóta ott van, 8 éve dolgozik a Flexnél itt Tabon, és hát mellőle ki elküldtek, kirúgtak munkatársakat, akár itt lakótársakat is. Ő mindig maradt, mert megbízható munkatárs volt. Valószínű, hogy ez látszik rajta, de ez látszik is, hogy ő szeretne ilyen megbízható lenni. Miért fontos szerinted az, hogy egy ember dolgozzon, és ne csak az állami segélyekből éljen? Hát szerintem azért fontos, hogy dolgozzunk, hogy egyrészt, hogy a családot eltartsuk, másrészt, hogy a gyereknek, vagy éppen gyerekeknek jó példát mutassunk, hogy látja azt, hogy igenis anya elmegy dolgozni, és tesz azért, hogy jobb legyen nekünk. Nágocson, miben kaptál segítséget? Hát kaptam segítséget a lakhatás szempontjából, hogy együtt maradhassak a fiammal, meg abban is kaptam segítséget, hogy el tudjak járni dolgozni, hogy segítettek megoldani a gyerekfelügyeletet. Vannak-e olyan terheid a múltadból is esetleg, amitől úgy jó lenne egy csapásra megszabadulni, és azt mondani, hogy szabad vagyok? Hát, elsősorban az adósság. Ami már dolgozok, hogy hagyjam. Ez nagy mennyiségű adósság? Azért vannak, akik ide kerülnek 2-3-4 millió forint tartozással. Milyen súlyú a te tartozásod? Hát összességében nem tudom, mert 2 van, de törlesztem őket. Tehát sikerült részletekről megállapodni. Milyen üzeneted van, azért a pénzkezelését is közelebbről ismered. Itt az átmeneti otthonban is látunk egy mintát, és azért ismerjük őt az albérletében, és hogy mi az, amit tanácsolnál neki? Az, hogy jobban kellene, oda kellene figyelni a pénzére. Az a probléma, hogy nagyon sok
nagyon irányítja a Robika a pénzkezelését. Itt édesség, vásárlás, chipszek, egyéb vásárlások, amik a boltból is, meg hát innen a kamrából is szokott ilyen előfordulni. Van, amikor nekem kell figyelmeztetni, hogy ez egy kicsit mások lesz, és inkább az alapvetőkre gondoljon. Ebben adnám a tanácsot neki, hogy jobban figyeljen oda, hogy Robikának a vásárlása az jobb legyen. Ez a neveléshez hozzátartozik. Elfogadja ezeket? Úgy látod, hogy nyitott arra? Ő elfogadja, Robika nehezebben. Mm. Tehát Robika inkább az, aki ezért hisztizni szokott, hogy hát most beleszóltak az ő magán életükbe. Mik a te személyes céljaid a jövőre nézve, akár a közeli jövőre nézve, akár beszéljünk 5-10 év múlva? Hát vagy egy albérletet, ami hosszú távú, hogy nem azt mondják mondjuk fél év vagy egy év múlva, hogy ki kell költözni. Uh-huh. Vagy ha majd egyszer valamikor letelik a hitelem, akkor saját lakás. Te el tudnád képzelni Nágocson a jövődet? Szerintem. Itt vannak-e Melindának hátralékai, vagy az anya otthon felé költségeit rendezi? Rendezi rendszeresen, sőt, most már nem is hátralékként, hanem előre fizeti a költségeket, és előre koptatja le a kamrában levő anyagokat, úgy vásárolja meg, hogy előre fizeti már az árát. Ugye nagyon kevés ilyen lakunk van, talán egyedüli, vagy egy-két ilyen lakunk ketten van? Ketten vannak ilyen lakók, de ő az egyik ilyen, igen. Hogy nem meghitelezni kell neki. Melyek azok az események, vagy személyek, akiknek hálás lehetsz, amért hálás lehetsz? Hát igazából még a múltamban is, még a volt élettársamiknak is hálás lehetek, mert velük maradt a lány, nem került intézetbe, és gondoskodnak róla, meg azért is, mert engedték neki már 6-7 évesen is, hogy ugyanúgy tartsa olyan kapcsolatot, meg hogy eljöjjön esetleg nyári szünetbe. Van olyan, amit esetleg így útravalónak mondanál neki, vagy bármi? Hát azt, hogy amit mi itt elmondtunk neki, hogy odafigyeljen a nevelésnél, odafigyeljen a maga tisztaságára, rendre a környezetében, azt vigye tovább, és ha kiköltözik majd valamikor innen, akkor azt a tisztaságot és rendet, amit mi itt kérünk, és hát megfelelősből tesznek meg sokszor, reméljük, hogy most már ő nem így fogja, hanem tegye magáévá, és tényleg legyen kívül is, meg az elméjén belül is rend az ő életében. És akkor a völgyhíd lesz majd a szezonzárás. Igen. Nem ma. Ez egy patak, mert folyik benne a víz, ezért nevezzük úgy, hogy patak.